A romániai, romániai választás kapcsán az egyik legnagyobb kihívás a szorványban élő magyarság mozgósítása. Erről beszélt az m Hargita megye tanácsának elnöke. Borboly Csaba hangsúlyozta, hogy bíznak abban, hogy a magyar képviselet olyan megyékben is ma mandátumot szerezhet, ahol korábban erre nem volt példa. Romániában december 6-án tartják a parlamenti választást. Idén az egység érdekében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Szövetség összefogott olyan sajátos érdekeink vannak, amelyek meghatározók lehetnek, akár gyerekeink, unokáink számára is. Minden szavazatra szükség van, hogy a magyar érdekek stabilan érvényesülhessenek a román parlamentben. Erről beszélt Hargita megye tanácsának elnöke az m Romániában a járvány korlátozások ellenére tart a december 6-ai parlamenti választás kampánya. Idén az egység érdekében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség és az Erdélyi Magyar Szövetség is összefogott. Borboly Csaba az emegyen kiemelte: Nagy kihívás a szorványban élő magyarok mozgósítása, de a magyar képviseletnek fel kell mutatnia a tömb és a szorvány közötti szolidaritást. Az összefogásban, a, a jövőre, a jövőképe mentén való közös gondolkodásban kell terveznünk az erdély-magyar jövőt, mert az látszik, hogy egy bizonytalan Bukaresben kell egy biztos erdélyi magyar képviselet, egy olyan erdély-magyar képviselet, amely a sajátos jogainknak a védelmét évről évre, hónapról, hónapról, napról, napra tudja biztosítani. A magyar szorvány az Erdélyben a tömbvidék számára olyan, mint egy védőpajs. Ezt hangsúlyozta vasárnap Kelemen Hunor, az RNDS elnöke is. Szoktuk mondani, hogy ha a szorvány eltűnik, akkor előbb-utóbb a tömb kezd szorványosodni, ezért nekünk fontos, hogy a szorvány közösségeket megerősítsük, hogy ne tűnjenek el, ne veszítsék el az identitásukat. A Magyarországgyűlés 2015-ben november 15-ét, vagyis Betlen Gábor születésnapját a Magyar Szorvány napjává nyilvánította. Potápi Árpád nemzetpolitikáért felelős államtitkár vasárnap Marosvásárhelyen emlékeztetett, a kormány a határon túl is minden lehetséges támogatást megad a magyarság számára. Fontos ebben a járványhelyzetben látniuk a szorványban élőnek, egyáltalán az erdélyi magyaroknak, a Kárpát-medencében élő magyaroknak, hogy számunkra minden magyar élete fontos, és bár Magyarország is vívja áldás csatáját a korral szemben, egyetlen egy magyar embert sem hagyunk egyedül. Minden magyar szavazat számít. December 6-án el kell érni, hogy ne jelentsen hátrányt, ha valaki Erdélyben magyarként akar élni és magyarul akar beszélni. Ezt már a Fidesz európai parlamenti képviselője mondta egy internetre feltöltött kisfilmben. Hiszen Bukarestben csak akkor figyelnek oda a magyarokra, hogyha sokan vannak, és hogyha mind ugyanazt mondják. Ezért fontos, hogy a legtapasztaltabb és legerősebb erdélyi magyar párt, az RMDS, minél több képviselőt tudjon bejutatni a román törvényhozásba. Erre most minden esély meg is van. Erős jelöltekkel vágnak ki a választásoknak. Hidvégi Balázs arra hívta fel a figyelmet, hogy ezúttal a töredék szavazatok is összeadódnak, ami újabb mandátumokat jelenthet a magyar képviseletnek. A politikus ezért arra kért minden Romániában élő magyart, hogy menjen el szavazni december 6-án.